Őri Máté vagyok, a Budapesti Műszaki Egyetemről. Szuper számítógépekről fogok beszélni egy kicsit. Elsősorban kéne valahogy definiálnunk, hogy mit is jelent az, hogy szuper számítógép. Ugye a neve az lehet, hogy arra utal, hogy valami óriási számítási teljesítményhez kötődik maga az elnevezés. A hazai gyakorlatban nem feltétlenül ezt szokta jelenteni. Inkább egy olyan feltétel van, hogy valamilyen értékelhető, tehát nagy számítási teljesítményt nyújtson, ezt a teljesítményt ezt párhuzamosítással érje el, illetve a szokásos, mondjuk asztali gépeknél azért két-három nagyságrenddel legyen nagyobb és fogyasszon többet. Mire használjuk, mire való? Tehát elsősorban tudományos számításokról beszélhetünk ilyenkor. Ez feltétele, hogy párhuzamosítható feladatokat akarjunk végrehajtani. Hogyha ez a feltétel nincs meg, akkor örülhetünk, hogy szuper számítógépünk van, de nem lesz gyorsabb semmivel a végrehajtásunk. Ilyen feladatai a fizikának, a kémiának, illetve a biológiának vannak tipikusan, illetve ezen kívül gyakorlatilag minden tudományágban előfordulnak különböző szimulációs feladatok, tehát valamilyen hálózatot nagyon imádnak különböző kutatók szimulálni. Ezen kívül azért a nagy, vagy a bő értelemben vett ipar is aktívan használ szuperszámítógépeket, a bankok különböző pénzügyi modellezésekre, különböző filmekkel foglalkozó cégek renderelésre, műszaki tervezéshez, szimulációhoz és szupergépeket érdemes használni. Ezen kívül használják a nagyhatalmaknak a hadseregei, illetve a kormányzatok, amiről sok mindent azért nem tudunk, hogy mire. Azon kívül, hogy mindenki szeretne szuper számítógépet otthonra, azért is érdemes figyelemben tartani a témát, mert HPC kultúrának, az a HPC, ez a High Performance Computing, tehát a szuper számítás technikának az elterjedtebb neve. Tehát a HPC kultúrában megjelenő fejlesztések azért átvándorolnak a fogyasztói informatikába is. Tehát gondoljunk csak arra, hogy az első szuperszámítógépeknek a lényege az a lebegőpontos segédprocesszor volt, ez az FPU, ezt azért a Pentium óta minden processzorban benne van, grafikus processzor a vektorprocesszorból alakult ki, ami a második generációs szuperszámítógépeknek az alapját adta, illetve az egyik sokáig népszerű architektúra, ez a Symmetrical Multiprocessing, tehát az SMP volt. Ez a legközönségesebb telefonban is már előfordul szintén. A tájékozódás kedvéért a nagyságrendekről egy kicsit mutatnék néhány adatot. Ugye a Moore törvény elég közismert. Arra vonatkozik egy becslés, hogy a félvezetőknek a tranzisztor sűrűsége az két év alatt, vagy egy kicsit rövidebb idő alatt megduplázódik. Ezt egy nem túl konzekvens listát azért összegyűjtöttem a néhány adattal. Ugye 1976-ban készült el a Cray-Wan nevű gép, ez 80 megaflopsot tudott kihozni magából. Ez azt jelenti, hogy 80 millió lebegőpontos műveletet tud egy másodperc alatt elvégezni. De egy 25 évvel később, 2001-ben az első gép megérkezett Magyarországra, amire valaki azt mondta, hogy ez szuper számítógép. Ez a NIF-nél volt egy szán sok processzoros gép. Ez 60 gigaflopsot tudott. Ugye ez három nagyságrendet jelent. A 2012-ben a BME be tudott szerezni egy szupergépet, ez 6 teraflops, és a töredékébe került. 2011-ben a NIFI 1 milliárd forint körüli beruházással 40 teraflopsot tudott biztosítani. Azért, hogyha ezt visszanézzük, ez 6 nagyságrenddel több, mint a
dollármilliárdos Cray gép. A top 500 lista, ez a gyakorlatilag az egyetlen autentikus lista a szuperszámítógépek teljesítményéről. Ennek az első helyezettje az 18 petaflopsot képes kiszámolni. Akkor azért, hogy a kezünkben is elférő dolgokat is összetudjuk hasonlítani ezzel, egy felső kategóriás mobiltelefonban lévő sokmagos ARM az 200 megaflopsot bír. Egy nagyon drága i7-es PC processzor az ennél három nagyságrenddel többet, tehát 100 gigaflopsot bír kihúzni magából. És azért mindenképpen érdemes megemlíteni itt a videókártyáknak a teljesítményét is. Egyszeres pontosságú műveletből 3 teraflopsot tud egy felső kategóriás videókártya kiszámolni, aminél azért nem szabad elfelejteni, hogy 32 bites lebegőpontos számokat használ. Tehát az eddig, vagy az összes többi esetben használt mérőszám az 64 bites, tehát dupla pontos számokra vonatkozik. Az árakat is egy kicsit érdemes összehasonlítani. Ez a Cray Titan, amit az előbb említettem, a top 500-on az első, 44 milliárd forintba kerül körülbelül, és így tud 17,6 petaflopsot biztosítani. Ehhez képest 1 milliárd forintért 40 teraflopsot bír a NIF-nek a gépe. Vagy például itt az utolsó adat, ez a notebook, ő került mondjuk 160 ezer forintba, és ő is tud 6 gigaflopsot. Hogyan építsünk szupergépet, hogyha hardware gyártók lennénk? Erre az első, még ma is létező architektúra az SMP, ez a Symmetric Multiprocessing. Ez azt jelenti, hogy van egy közös osztott memória, és erre egy buszon keresztül csatlakozik néhány darab CPU. Ugye ezek a CPU-k manapság inkább több magosak, ennek megfelelően ilyen 32 vagy 64 magot is képesek egy buszra rákötni, viszont azt fontos megígézni, hogy ennél sokkal többet értelmesen már nem érdemes, ugyanis nagyon rosszul skálázódik. Ennek a megoldására találták ki a NUMA, tehát ez a Non-Uniform Memory Access architektúrát. Ebben az esetben gyakorlatilag külön számítógépekről beszélhetünk, tehát az egyes CPU-knak saját memóriájuk van, viszont ezeket összekötjük egy nagysebességű buszon, és közös operációs rendszert futtatunk rajta. Ezt ugye hardveres segítséggel lehet csak megtenni, és minden processzor el tudja érni az összes, vagy teljes memóriatartományt, de azért speciálisan kell ezt programozni, ugyanis nem ugyanolyan gyorsan, mint a sajátját. Manapság elterjedt architektúra azért a cluster. Ez már több külön számítógépeket jelent, amik valamilyen viszonylag gyors hálózatban vannak kötve. Annak ellenére, hogy itt sok számítógépről van szó, ezt egy rendszernek szoktuk tekinteni. Tehát nincs arról szó, hogy valaki belép a hármas számú számítási csomópontra és ott futtat valamit. Van ennek valamilyen fejgépe vagy vezérlőgépe, ami elosztja ezek a gépek között a feladatokat, tehát tipikusan egy feladat egyszerre sok gépen fut. Ezen kívül létezik még az MPP architektúra, ez a Massively Parallel Processing. Én ahogy körülnéztem, ezt csak az IBM használja ezt a kifejezést, de alapvetőnek szokták felsorolni. Ez gyakorlatilag egy nagyon gyors cluster. Manapság önmagában a cluster architektúrát nem nagyon alkalmazzák, ugyanis nem lehet egy magos processzort kapni. Így a ma szokásosabb clusterben azért néhány darab foglalatban van mondjuk 16-32, esetleg 64 magnyi
CPU, és ezek vannak összekötve valamilyen hálózati megoldással. Nem szabad elfelejteni a GPU klasztereket, ezek azért ma már ott vannak az első néhány helyen a top 500-as listán. Ebből két hozzáállás van. Például az előbb már emlegetett Cray Titan, az úgy néz ki, hogy volt eredetileg a gépekben két darab CPU, ők ebből egyet kivettek, a másikat kicserélték egy sokkal gyorsabbra, és mellé raktak még egy valamilyen Tesla kártyát. A másik hozzáállás, amikor már úgy veszik a gépeket, hogy ebben GPU fog számolni, akkor inkább az a jellemző, hogy 6-8-12 darab Tesla kártyát beleraknak egyetlen gépbe, aminek van 1-2, esetleg 4 processzora. Szuper számítógépnek szokták tekinteni még a gridet. Ez, ha szigorúan nézzük, akkor csak egy lazán csatolt klaszter, de annyiban nem hagyományos, hogy az egyes számítási csomópontok azok lehet, hogy földrajzilag több száz kilométerre vannak egymástól. Ezt is kétféle megoldásra szokás osztani. Az egyik esetben dedikált gépek csak a grides számítással foglalkoznak. Erre például vannak ilyen Európai Uniós projektek, az EGI meg az EMI. Illetve a másik megoldás, ami talán ismertebb, az a Boeing vagy SETI at Home projektek által népszerűsített desktop grid. Itt önkéntesek ajánlják fel a fölösleges számítási kapacitásukat, meg persze azt, hogy hatalmas villanyszámlájuk lesz. Klasztereknél, illetve gyakorlatilag az összes szuperszámítógépnél nagyon központi szerepet tölt be az interconnectnek nevezett hálózati összeköttetés. A problémáknak a jelentős része az nem olyan, hogy föl lehet osztani független feladatokra, ezért a párhuzamos végrehajtás során a gépeknek egymással kommunikálniuk kell. Hogyha ez az összeköttetés ez nem elegendően gyors, vagy túl nagy a késleltetése, akkor azzal azt érjük el, hogy a CPU pörög, és vár arra, hogy megkapja a következő adatot. Tehát érdemes számítást nem tud végezni. Erre gyakorlatilag három nagyon elterjedt megoldás van. Az egyik az InfiniBand, ami annyira nem ismert a fogyasztói világból. A lényege az, hogy ők egy mikroszekundum alatti késleltetést vállalnak a két gép között. A hátránya az, hogy nagyon drága, van összesen két gyártó, valami borzalmas drivereket és segédszoftvereket tudnak írni, tehát esélytelen, hogy az általunk kiválasztott disztribúcióra gond nélkül fel tudjuk rakni. És ma már nem feltétlenül igaz, de hosszú ideig új nyivastag kábeleket kellett fél méteres ívbe hajlítani, tehát iszonyatosan bonyolult és összekuszált kábelezést lehet csak vele elérni. Azért jelentős teret nyert a gigabit Ethernet is, ami azért szeretünk, mert olcsó. Gyakorlatilag nem tudunk olyan komolyabb számítógépet venni, ami nem tudja alapból. Lehet hozzá olcsón switchet kapni, viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy ez nem egy ideális protokoll az Ethernet. Évtizedek óta próbálják alkalmanként egy-egy nagyságrenddel gyorsítani, van rendes öröksége. Mostanában kezd elterjedni a 10 gigabit Ethernet, ez azért valamivel olcsóbb, mint az InfiniBand, de cserébe nem is olyan gyors és örökli az Ethernetnek a hibáit. A Magyarországon nagyon sok szuper számítógép nincsen. Ebben az élen járó azért a NIF intézet, ők a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet. Jelenleg náluk van a legerősebb szuper számítógép Magyarországon. Ezt 2001-ben építették. 3 illetve 4 klaszterből áll gyakorlatilag. Ezt az EU-s projekt miatt a 3 kutatóegyetemen tudták elhelyezni.
Debrecenben, illetve Szegeden klaszterrendszerű gépet tudtak elindítani 18, illetve 14 teraflopszal, illetve Pécsen a Silicon Graphics-nak a gyakorlatilag egyetlen piacon lévő CC-NUMA rendszerű gépét tudták beszerezni. Ennek ugye az a lényege, hogy néhány terabájtos memóriatartományt lehet címezni egyetlen operációs rendszerből. Ugye ezen kívül látszik, hogy hasonló összegből azért olyan hatalmas számítási teljesítményt nem tudtak kihozni. Ezen kívül van nekik Budapesten egy a Szegedihez hasonló gépük, ami harmad olyan erős, illetve Szegeden vettek Tesla kártyákat, amivel további 6 teraflopsot tudtak még kihozni. Van nekik egy olyan 2-3 petabyte közötti storage rendszerük is, ami rajta van az ő országos néhányszor 10 gigabites hálózatukon. A szupergépek mellett van fél tera, illetve petabyte, bocsánat, illetve Sopronban és Dunaújvárosban. Nehéz kideríteni azt, hogy kinek van egyáltalán szupergépe, mert nem mindenki hirdeti ezt. Néhány egyetemen fordul elő, ilyenek az ELTE, ahol viszonylag régebb óta foglalkoznak már nagy teljesítményű számítással. Győrben folyamatosan fejleszgetik így eléggé vegyesen kialakult klaszterüket. Miskolcon van egy tudomásom szerint jelenleg kikapcsolt 2011-ben beszerzett 3 teraflopsos klaszter. A BMR-ről, mivel otthoni témáról még fogok egy kicsit mesélni, illetve az egyetemeken kívül a meteorológiai szolgálatnál van egy IBM gép, ez 14 teraflops, de gyakorlatilag őt lehet a második helyre tenni, hogyha egybe számoljuk a NIFI-nek a 3, illetve 4 gépét, illetve a KFK-nak is van egy Silicon Graphics klasztere. Ezen kívül gyakorlatilag nem találtam máshol publikus forrást arról, hogy valakinek lenne szuperszámítógépe, de biztos vagyok benne, hogy különböző magánvállalatoknál van ilyen. Ezen kívül azért érdemes megemlíteni, hogy van Magyarországon is Grid. Elsősorban a Griddel magával, mint rendszerrel folyik a kutatás. Összesen a KFK-nak és a Debreceni Egyetemnek, illetve kisebb mértékben a NIFI-nek, és még kisebb mértékben a STAKI-nak és a BME-nek, hogy nagyjából 1 teraflopsra lehet becsülni a grides számítási kapacitását. Magának az előadásnak a témája azért a BME szuperszámítógép lesz, ennek a tapasztalatait szeretném megmutatni, úgyhogy a gépről is egy kicsit mesélnék. Ezt 2012 nyarán tudtuk beüzemelni. A BME-nek ez az első olyan rendszere, amire azt nem mondhatom, hogy szerényen, de nevezhetjük szuperszámítógépnek. A célja a NIFI infrastruktúrájának a kiegészítése. Tehát ez a NIFI infrastruktúra, ez ingyenesen igénybe vehető az összes magyarországi kutatónak. A saját gépünknél jóval nagyobb teljesítményre képes, viszont azért most már kezd kialakulni várólistája, nehéz rá pályázni, sokáig tart, nem mindenki akar ezzel annyira foglalkozni, viszont itt házon belül van egy viszonylag nagy teljesítményű klaszterünk, ami azért néhány nagyságrenddel erősebb, mint a desktop gépek, amivel eddig próbáltak néhányan komolyabb dolgokat futtatni hónapokon keresztül. Szeptember óta gyakorlatilag 3 teljes üzemi hónap alatt 60 évnyi CPU időt használtak el ezen a rendszeren, és itt ezzel a grafikonnal nagyjából látható 70%-os kihasználtságot tudtunk mérni. Egy kis hardware pornó. A maga szekrény az
egy darab HP gyártmányú regszekrénybe van beleszerelve, magát az egész gépet is a HP szállította. Van benne egy DL180-as fejgép, itt maga a gép azt hiszem a felső a kettő közül, alatta pedig egy storage doboz van, csak éppenséggel ugyanúgy néz ki, hogyha az oldala nem látszik. Ebben a fejgépben van két 2,8 GHz-es 6 magos Xeon processzor, illetve 48 GB memória, és itt a képen is látható 24 darab 2 TB-os SAS lemez. Ezen kívül QDR, tehát ez a harmadik vagy az időrendben a harmadik féle InfiniBand vezérlő van benne, illetve a társszolgáltatáshoz 10 gigabit Ethernetet használunk. Van ezen kívül ugye a gépben 30 darab node. Ezek hasonló processzorral és memóriával rendelkeznek, mint maga a fejgép. Bennük csak egy kisebb méretű és egy darab SATA lemez van az ideiglenes adatoknak, és természetesen ugyanazok a hálózati vezérlők, mint a fejgépben. A 30-ból két gépben van darabonként két Tesla kártyánk is. Ezeket azért érdemes hozzáadni a CPU-knak a 4 teraflopszához, hogy további 2 teraflopsot tesznek hozzá. Ezen kívül van ez az InfiniBand switch, és 10 gigabit Ethernetes switch a szekrényben. Akkor rá is térnék a szoftver környezetre, amit kialakítottunk. Az akadémiai környezetben terjedt el a szuperszámítás technika, ezért gyakorlatilag magától értetődő az, hogy Unixot, illetve manapság Linuxot használnak rajta. Az 500 legerősebb gépnek a listáját, ha megnézzük, 3 darab Windows-t találunk, az összes többi Unix. Ebből a 3-ból 2 a Microsofté. Ha Linux, akkor a disztribúció választás az már annyira nem szabad. Elvétve fordul elő Debian vagy Ubuntu. Amerikából érkezve a Red Hat és a SUSE Linux terjedt el, illetve a gridesek imádják a Scientific Linux nevű Red Hat forkot. Ez elsősorban a CERN-nek a hibája. Gyakorlatilag más disztribúciót választani az szíves. Hogy állítsunk be egy szupergépet, hogyha meghozták a dobozt? Elkezdhetünk keresgélni az interneten, nem sok how-tut fogunk találni, hogy itt a doboz, mit csináljunk vele. Úgyhogy örülünk annak, hogy néhány gépnek a beállításánál már ott voltunk. Ez itt a szegedi és a miskolci. Illetve próbálgattunk néhány dolgot. Az első, amit mérésen és az architektúrának a vizsgálata alapján döntöttünk el, az, hogy kikapcsoljuk a hyperthreadinget. Ez egy nagyon jó szolgáltatás általános célra. Ugye a lényege az, hogy a context switchet, mint overheadet, azt megszünteti. A tudományos számításoknál lebegőpontos műveleteket végzünk, ott az a szűk kapacitás, gyakorlatilag nincs értelme annak, hogy azzal foglalkozzon a processzor, hogy éppen kiszámolhat. Ezen kívül, ami még ilyen furcsa kérdés volt, hogy megnézzünk egy how-to-t 10 évvel ezelőttről, akkor azt mondja, hogy a RAM, az operatív memóriának a kétszeresét állítsuk veszepnek. Ez azért itt 100 GB. Úgy döntöttünk, hogy ezen nem érdemes spórolni, mert csúnya dolgok történnek, hogyha az OM killer beindul. Úgyhogy erre mi beállítottunk 100 GB-ot, jobbat és rosszabbat nem tudok mondani. Ennek kialakítottunk egy gigabit ethernetes hálózatot, illetve erre dugtuk rá a switcheknek a menedzsmentjét is. A fájrendszernek az elérésére, illetve szokásos általános célú hálózati forgalomra a 10 gigabit ethernetet használtuk,
illetve maguknak a HPC számításoknak az egymással való kommunikációjára arra használtuk az InfiniBandet. A következő kérdés az az volt, hogy mit csináljunk a ránk szakadt 40 terabájtnyi diszkkel. Végül is a RAID 6 mellett döntöttünk. Ugye itt azt érdemes tudni, hogy igazából két választás van, a RAID 10 és a RAID 6. A RAID 10 az ugye egyből felezné a kapacitásunkat, viszont gyors, különösen random írásra. A RAID 6 az pedig lassú, de összesen két disknyi kapacitásunk veszik el. Úgy gondoltuk, hogy az a 40 terabájt az nem olyan sok, úgyhogy, és hát ha nem fognak random írkálni nekünk, úgyhogy erre a RAID 6-ot választottuk. Körülnézve máshol is ez a szokás. Ugye itt következik a probléma, hogy az X4 az nem tud 40 terabájtos fájrendszert kezelni, úgyhogy ezt ketté kellett szednünk, úgyhogy most van egy per home per 1 és egy per home per 2 kötetünk. Egyelőre a 2-es az üres. Kellett választanunk valamilyen hálózati storage szolgáltatást is. Ugye erre nagyon népszerű az iSCSI, Ataover Ethernet és hasonló megoldások. Ezekről nálunk szó sem lehetett, ugyanis elsősorban a home könyvtárat kellett megosztanunk. A fenti blokkos, vagy az előbb említett blokkos megoldások azok nem tudnak ilyesmit, illetve csak speciális fájrendszerrel, ami drága meg bonyolult, és nem is biztos, hogy működik. Így maradt az NFS-es világ, ami a clusternél nem nagyon érdemes bonyolítani a dolgokat, úgyhogy az NFS-t választottuk. Gyakorlatilag az összes többi választás az sokkal nagyobb telepítési probléma. A klaszterek azok általában lemez nélküli számítási csomópontokból állnak. Ennek megfelelően hálózatról kell elindítani az operációs rendszerüket. Ugye nálunk ez nem volt pontosan így, ugyanis van egy 500 gigás diszk minden gépben. De úgy gondoltuk, hogy ennek nagy lenne az adminisztrációs terhe, hogyha a gépeket azonos állapotban kell tartani, illetve nincsen lehetőségünk RAID-re, tehát egyetlen lemeznek a nem olyan ritka pusztulása az azt jelenteni, hogy kiesik a nód. Úgyhogy azt választottuk, hogy hálózatról indítjuk a gépeket. Ehhez viszonylag komolyabban bele kellett nyúlni a Red Hat-ban is megtalálható, egyébként Fedora-s gyökerekből érkező drakutot. Először is NFS-en megosztottunk egy root fájrendszert, amit csak olvasható formában montolunk. Viszont a Red Hat, meg úgy általában a szokásos Linux disztribúciók, azok be se bootolnak, hogyha nem tudnak írni néhány fájlt a root fájrendszeren. Úgyhogy kénytelenek voltunk a minden egyes gépnek lemásolni azt a néhány fájlt, és írhatóan megosztani. Erre egyébként a HPCMU-ból vettük az ötletet, biztos sokkal más, vagy sok más szoftver is így csinálja. Bemontoltuk az adott gépnek a saját könyvtárát a változtatható fájlokkal, és a Linuxos mount parancs az tud egy bind mount nevű funkciót, amivel egyesével lehet fájlokat gyakorlatilag a hardlinkhez hasonló transzparens vagy transzparenciával montolni. Ugye itt az a különbség, hogy kötetek között is lehet ilyen módon linkeket létrehozni. Sokat szívtunk azzal, hogy a 10 gigabit Ethernet kártya az nem található meg minden gépben, és ennek megfelelően a Drakut se akart első körben olyan initRD image-et generálni, ami pont a mi kártyánkat támogatja, illetve még beleírtuk ebbe az initRD-be a lemeznek az indításkori ürítését. És ugye a következő móka az a DHCP-nek meg a TFTP-nek a beállítása,
amire nagyon sok nem működő how-to-t lehet találni az interneten. Valahogy azt így élvezik a disztribútorok, hogy évente át variálják. Batch ütemező az a klaszterekben és a, úgy általában a szuperszámítógépekben a szokásos feladatindítási megoldás. Ugye nem most találták ki ezt a dolgot. Gyakorlatilag a számítástechnika elején ilyen 10% vagy annál rosszabb kihasználtsággal üzemeltették a dollármillióékért megvett és sok megawattot fogyasztó számítógépeiket. Úgyhogy az szépen lassan kialakult ez a batch processing, amikor szépen operátorok indították el a feladatokat, ahelyett, hogy a programozó bent debugolt a programját órákon keresztül. Ugye ezen az ötleten alapulva ezt a futtatási utasítást ezt nem csak operátornak lehet ceruzával megírni, hanem egy valami egyszerű fájlformátumban egy futtatási utasításként vagy feladatleírásként is meg lehet adni, és ezeket a feladatokat tudja végrehajtani valamilyen ütemezéssel egy batch ütemező. Ugye miért is érdemes ezt a megoldást választani? Ahelyett, hogy mindenki belép a fejgépre, kiválaszt magának egy gépet, és azon elindítja pont per programom, és tök jó lesz. Egyrészt, hogyha ilyen szabad rablás lenne, akkor esélytelen az, hogy valaki olyan pillanatban lép be hajnali 4-kor a gépre, hogy van 30 szabad gép, amin ő párhuzamos programot tud futtatni. Másrészt nem fog hajnali 4-kor felkelni, hogy elindítsa a jobot, hogyha a végzett hajnali 3-kor, akkor nem megy tovább a gép, és üresen fog járni, pedig mi sokat fizettünk ezért. Azért szeretnénk azt is biztosítani, hogy rövid várakozási idő után elinduljanak azok a jobok, amiket beküldünk. Ezt manuális módon, tehát operátorral se lehetne megoldani. És ugye mai ilyen zöld elvárás az az, hogyha nem csinál semmit egy számítógép, akkor kapcsoljuk már ki. Ugye maga a futtatás az úgy történik, hogy a felhasználó beküld egy feladatleírót, az ütemező az gondolkozik egy kicsit, és hogyha talál szabad erőforrást, akkor elindítja azt a feladatot. Majd amikor végzett, akkor általában küld egy e-mailt a felhasználónak, hogy kész vagyok. Általában a batch ütemezők azok úgy működnek, hogy valamilyen várakozó sorban tárolják a még futásra váró feladatokat, és időnként kiválasztanak egyet, amit tudnak futtatni. Batch ütemezőkből van egy pár, én hármat fogok kiemelni. Az egyik a Sun Grid Engine-ként még a mai napig emlegetett szoftver. Ez most Oracle Grid Engine-nek hívják. Fizetős lett a korábbi open source licenc helyett, illetve az átnevezés óta nem jelent belőle meg új verzió. Viszont az ennél egyel korábbi, tehát az utolsó open source változatot azt két csapat is forkolta. Ebből lett az Open Grid Engine, illetve a Sanofi Grid Engine. Ez a rendszer, ez várakozási sorokat alakít ki, tehát a rendelkezésre álló gépeket, azokat föl kell osztani valamilyen módon, és ezekre a kategóriákra lehet beküldeni jobot. Ezt azt hiszem az Open Grid Engine változatát használja a NIFI. Ezen kívül ehhez hasonló működésű a Slurm. Ezt különösebben nem ismerjük mi, viszont úgy tűnik, hogy nagyon lelassult a fejlődése. Ezen kívül létezik még a HT Condor, illetve Condor nevű ütemező. Ezt néhány hónappal ezelőtt nevezték át, ugyanis szóltak nekik, hogy ugyan 88 óta Condornak hívják, de van egy másik cég, akinek van egy ugyanilyen neve 82 óta, úgyhogy ezzel nagyon sértik azóta a jogaikat. Úgyhogy most HT Condor néven lehet megtalálni.
Ez a rendszer elsősorban desktop gridekhez készült annak idején, tehát 88 óta, viszont azóta szerintem mindenre használták már. És azért szeretjük nagyon, mert ebből a grides háttérből adódóan nagyon dinamikus és nagyon elosztott. Illetve voltak vele jó tapasztalataink korábban. A működésének a lényege az az, hogy nincsenek különböző várakozási sorok, illetve nem kell eszerint particionálnunk a gépeinket, hogy az első 4 MB szekvenciális jobokat akarunk futtatni, hanem van egy ClassSatz nevű ilyen broker rendszere a Condornak, ami alapján ő majd elosztja a gépeket, hogy mi menjen. És ezt a tapasztalatok szerint is, meg az elmélet szerint is viszonylag igazságosan csinálja. Tehát elsősorban a beküldési sorrendet, illetve a korábbi erőforrás használatát nézi az egyes felhasználóknak. Ez is tapasztalati megállapítás, hogy gazdaságosan csinálja ezt. Be lehet küldeni olyan feladatot, hogy én 30 gépen szeretnék a 30-ból futtatni, le fog az is futni, de ez nem azt jelenti, hogy addig várunk, amíg lefut az utolsó feladat is az egyetlen CPU-n. A maga Condor, mint szoftvertermék azért kiforrottnak mondható lassan 25 év fejlesztés után. Nagyjából 2000 óta Apache License alatt érhető el. A Wisconsin-i Egyetemen egy csoport 8 órában ezzel foglalkozik, tehát azért aktívnak mondható a fejlesztése az ehhez hasonló open source projektekhez képest. És azért az akadémiai világban a felhasználók szeretnek kontributálni, úgyhogy kívülről is sok fejlesztés érkezik. Maga a rendszer heterogén környezetre készült, ennek megfelelően nagyon bonyolult, és mindent ezerféleképpen lehet megcsinálni benne. Ugye nálunk ez az ütemező a fejgépen fut, itt lehet beküldeni ezeket a feladatokat, lehet kérni egész gépeket, vagy egy-egy magot. A GPU-t tartalmazó két gépet, illetve a fejgépet is lehet CPU-s számításra használni, de ezt csak rövid jobokra engedjük meg, hogy ne valakinek az egyetlen processzen, vagy egyetlen processzoron vergődő jobja miatt ne lehessen GPU-s feladatot beküldeni. És ezt a Condor kisebb támogatása mellett azért sikerült elérnünk, hogy ki tudjuk kapcsolni a gépeinket, hogyha nem használja éppen őket semmi. Ezt azért számolgattam, néhány százezer forintot jelent évente, csak ez, hogy kikapcsoljuk. Úgy tűnik, hogy az nem gond, hogy mi csak a CPU-ra harapunk az ütemezés során, mert a legtöbb felhasználunk teljes gépeket tud használni, így nincs arról szó, hogy osztozkodni kéne a memórián egy gépen. Illetve azt még észrevettük, hogy a futásidőkorlátot el kellett volna kérni a felhasználóinktól, ugyanis nem tudjuk megkülönböztetni a beragadt jobot a még mindig nagyon számoló jobtól. Hogyha megkérdeznénk a felhasználót előre, hogy meddig fog futni a jobja, akkor annyi idő után megkilőhetnénk. Maga a párhuzamos programozás az különböző feladatoknál különböző megközelítést igényel. A klasztereken az általában mostanában az MPI megoldást használják, ez a gépek közti üzenetküldésre szolgál. Ezen kívül, illetve ezzel együtt tud működni a szintén nagyon népszerű OpenMP. Ez a fordítóknak egy szabványos kiterjesztése, illetve egy library. Ezzel nagyon egyszerűen lehet párhuzamos programokat írni. Érdemes megemlíteni a Hadoop-ot. Ez nagyon jó olyan feladatokra, amik független nagy részekre oszthatóak. És a GPGPU programozására gyakorlatilag az Nvidia-nál, vagy csak az Nvidia kártyákon működő CUDA, illetve az OpenCL terjedt el.
Ez az MPI egy nagyszerű dolog, egy valamilyen szabványos interfész, ennek megfelelően csupán négyféle verziót kell támogatnunk. Vannak olyan felhasználók, akik nem tudom, valamelyik olasz egyetemről kaptak egy 32 bites binárist, és ők ezt akarják futtatni, és ez a nem tudom melyik verziójú MPI-jal van linkelve, és ők ezzel nem tudnak hozzányúlni, úgyhogy akkor nekik most ez kell. Ilyen problémára megemlítenék egy viszonylag egyszerű megoldást. Ez az Environment Modules nevű TCL script, ami 20 éves, és én még sehol máshol nem láttam, de állítólag jó. Ezzel gyakorlatilag egy olyasmi parancsal, hogy module load CUDA, be tudunk tölteni egy futtatási környezetet, amivel ez a probléma nagyon jól megoldható, hogy különböző verziói library-ket kell tudnunk elérni. 3 hónap alatt 40 projektet regisztráltak, egy egyetemen vagyunk, ahol 20 000 nagyon autonóm ember 80 különböző tanszéken dolgozik. Erre kellett valamilyen egységes adminisztrációs megoldást találnunk. Erre egy Django alapú webalkalmazást csináltunk, amivel annyira egyszerűsödött a regisztrációs folyamat, hogy a kedves kutató az az EduID-jával belép. Ez gyakorlatilag az összes egyetemi dolgozónak, illetve hallgatónak van Magyarországon. Megadja a publikus SSH kulcsát, kitölt egy formot, a bizottság megkapja e-mailben, hogy milyen projektet küldtek be, és egy kattintással létrejön az akkontja. A felhasználókat azt a Django modell alapján egy Python script hozza létre. Nehéz döntés volt, de végül is azt választottuk, hogy egy projekt az egy Unix-os felhasználót jelent, aki ugye több embert is jelent jelen esetben. Ezt csak SSH kulcsos autentikáció van, úgyhogy nincs arról szó, hogy közös jelszót használnak. Mindenki a saját kulcsával tud belépni. Használjuk a kvóta rendszert, ezzel tudjuk a diszk használatot korlátozni, illetve van egy olyan jelenség, hogyha valaki meghallja, hogy ő most szuperszámítógépre akkontot kapott, akkor gyorsan belép a fejgépre, és ott elindítja a kedvenc programját. Ugye a cluster felépítésből adódóan nem ez a módja a dolognak. Ezt a PAM-nak a limit szolgáltatásával tudtuk elég jól kiszűrni. A CPU időt korlátozzuk egy olyan értelmes értékre, aminél tovább egy fordítás nem tart. Viszonylag parasztos megoldást választottunk a felhasználóknak a szinkronban tartására. Egyszerűen ugye a read-only NFS fájrendszerbe beraktuk a passzvd fájlt. Ennél egyszerűbb megoldás nem nagyon van, viszont ez tökéletesen működik, és nem mi találtuk azért ki. Köszönöm a figyelmet. Van egy kötelező mondatom, amit el kell mondani minden ilyen EU-s projektnél. Ez a program az új tehetséggondozó programok és kutatások a műegyetek tudományos műhelyeiben támogatott projekt során valósult meg, itt a gép beszerzéséről van szó. Illetve azért szeretném mindenképpen megemlíteni, hogy a rendszernek a kialakítását azt Szeberényi Imre docens úrral és Guba Sándorral végeztük.